Január végén minden oktatási intézmény lezárja az első fél évet. A zeneiskolában már hó közepén megtartották a félévi vizsgákat, ahol az ifjú zenészpalánták számot adtak eddig szerzett tudásukról. Az idei tapasztalatokról Bánffy Csabát, az intézmény vezetőjét kérdeztük. Elérkezett a félévi vizsgák ideje a Bábolnai Zeneiskolában is, ahol egyébként a hétköznapok is ugye tartalmasan hangszeres tanulással telnek. Mit jelent egy ilyen alkalom a diákok, a tanárok számára? Van-e izgalom, vagy egyáltalán milyen lelkülettel, milyen vizsgák vannak már túl, és milyen lelkülettel tud erről az alkalomról beszélni? Én úgy látom, hogy ahogy az évek sokasodnak mögöttünk, a gyerekek is egyre inkább természetesnek veszik ezeket a félévi vizsgákat, ami gyakorlatilag a vizsga elnevezése ellenére egy közös megbeszélése a fél évben tanultaknak, és igyekszünk a gyerekeket úgy felkészíteni, hogy ők ezt érzelmileg, tudásban, életkoruknak megfelelően éljék meg, és abban reménykedünk, hogy minden vizsgával az ő fejlődésük mélyül, a tudásuk bővül, és ennek eredményeként, amikor majd innen kikerülnek, már képzett zenészek lesznek. Már jól bevált szokások szerint zajlik a vizsga. Most idén mi volt a menete? Mind vannak, milyen részleteim vannak már túl a vizsgának, és hát ugye előttünk azt látjuk, hogy már készülődnek a koncertre, mert ugyancsak ugye a vizsga egy része, de mi az, amin már túl vannak? Igen, zárt körű vizsgával kezdődik mindig a fél év, illetve az évvégi vizsga. Ezen már túl vagyunk, a gyerekek ilyenkor felkészülve megjelennek, eljátsszák a vizsga darabokat. Nagyon ügyesen eljátszották, nagyon meg voltunk elégedve mindenkinek a teljesítményével. Ez nagyon színvonalos vizsga volt az idei, ezt el kell mondjanom. És hát most pedig a szülők előtt szeretnénk egy koncerttel ezt az évet, ezt a fél évet lezárni, és ennek a kettőnek az összegzéséből, illetve az egész fél éves munkának az összegzéséből fog kijönni a jegy, ami kettő részből áll, van egy szorgalmi része, ami magába foglalja az otthoni gyakorlást, a zenehez való hozzáállást, illetve van egy főtárgyi része, ami a konkrét tudást foglalja magába. Hány hangszeres növendéket érintette a félévi vizsga? Megközelítőleg 30 gyerek tanuló vizsgázott most, hegedű, furulya, trombita, ütő, zongora és szintetizátor hangszereken, valamint fuvola és klarinét hangszeren. Nyilván nem a vizsga alkalmán tűnnek ki a tehetségek, de tudjuk, hogy ugye a tavalyi tanévben is volt arra mód, hogy kitűntek olyanok, akiket versenyezni is el tudtak vinni. Az idei esztendőben van-e ilyenre lehetőség? Van olyan kiemelkedő hangszeres tudással bíró növendék, akivel el lehet egyáltalán jutni bárhová? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és büszkén mondhatom, hogy minden évben van olyan növendékünk, akikkel elmegyünk versenyezni, és ennek megfelelően minden évben begyűjtünk egy-két első helyezést is. De a megyei, illetve az országos versenyeken, idén is így volt ez, fuvola szakos növendékünk Heijin arany minősítést kapott, az első díjat megszerezte a Komárom-Esztergom megyei zeneiskolák fuvola versenyén, úgyhogy szívből gratulálunk neki is, illetve az előző években is, mint zongorán, mint trombitán ezeket a szép helyezéseket hozták a növendékeink. Említette a felkészülést, hogy ez az idei fél évkor, ez igen szépen történt, így ezt mutatta minden eredmény, de hátterében nyilván ennek az van, hogy van a gyerekeknek hangszere otthon, ezt önök biztosítják, vagy van olyan szülő, aki úgy gondolja, hogy ez hosszú távra tervezhető, és akár megvásárol hangszert a növendéknek? Is, de van olyan, akinél már saját hangszer van, de a nagy részét a zeniskola biztosítja, hiszen ezzel tudjuk segíteni a szülőket abban, hogy rájöjjenek ők is, hogy a gyermekük mennyire fogékony, mennyire szereti a zenét, és általában az a tapasztalat, hogyha már van egy komoly szándék, akkor a szülők megveszik a hangszert.
A félévi vizsga alkalmával én is megragadom annak lehetőségét, hogy a zenekarról is kérdezzem, milyen terveikkel élnek 2018-ra, akár a zeneiskolát élve van-e valami nagy kihívás, illetve a zenekart illetően. Hát a zenekar az most idén 20 éves, és ebből kifolyólag ünnepeljük ezt a 20 évet a 2017-18-as tanévre vonatkozólag. 4 koncertet terveztünk ebbe a tanévben, 2 ebből már le is ment. Az első fél évben volt egy nagy sikerű operettkoncertünk, ahol budapesti énekesekkel együtt zenéltünk, teltházas előadással, nagyon szépen sikerült. Volt egy mesekoncertünk, ami egy jótékonysági koncert volt, és ebből befolyt összeget egy jótékony célra, beteg gyerekek javára utaltuk át. Ez is nagyon szépen sikerült, és ebben az évben folytatódni fog ez a sorozat még 2 szép koncerttel. Az egyik március elején lesz, a nőnaphoz kapcsolódóan egy meglepő nőnapi koncert, és aztán majd az év vége felé pedig egy mindent lezáró nagy koncerttel szeretnénk elbúcsúzni ettől a tanévtől.